Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna 7 Days to Die sorozatának 39. része. Ebben a részben végre nekikezdünk az elektronikának és az abszolút védelem megépítésének, ami ahhoz kell, hogy végre ne halljak meg az átkozott vörös éjszakákon. Hú, oké, nyugodt vagyok persze. Szóval, lássunk is hozzá ez az egészhez, nézzük, mink van. Szóval van egy hangszórónk. Ez eddig jó, oké, akkor van egy ilyen eszközünk, amivel be tudjuk kötni ezt így mind. Egy battery bankünk. Egy battery bank az... Arra most annyira nem lesz szükségünk, én úgy gondolom. Akkor vannak elosztóink. Ebből egyet visszarakunk. Ha, mi van még? Nem látok semmi mást, amink lenne igazából. Oké, akkor viszont ezekre itt szükségünk lesz. Azt hiszem ennyi. Többi nyersanyag az ilyen vas lesz, meg ilyenek talán ez még. Vas, nem tudom, hogy mi kell feltétlenül az ilyen elektromos cuccokhoz. Science. Itt vannak. Igen. Egyrészt kell nekünk Blade Trap. Még egy Blade Trapre szükségünk lenne, ami azt jelenti, hogy acélt kell készítenünk. Illetve Electrical Fence, ami szintén Forge Iron is kell. Meg tudjuk el tudjuk készíteni a gyrokoptert. Lol, azt mi ott, hogy tudjuk elkészíteni? Mindegy. Nem baj. Van switch. Jó. Motion sensor. Nehogy már motion sensorunk nincsen. Jó, de tudunk azt is készíteni. Á, mindent el tudunk készíteni, amire szükségem van. Jó van, akkor ez vas így lekerül. Ebből egy kivételével az összeseket kivesszük. Forge. Forge steel, forge iron. Egy jó 15 percnyi időre. Mi van a steel-lel? Miért nem tudsz? Crucible kell az acélhoz. Jó, oké, nincsen semmi probléma. A forgópengét nem most készítjük el. A forgópengéhez kéne még acélt gyűjtenem akkor, hogyha crucible-ünk nincsen. Amit mindjárt meg fogok nézni a kereskedőnél, hogy van-e. Mennyit készítsünk ebből? Egy 60-at el tudunk-e készíteni? Egy 60-at el tudunk készíteni, nagyon jó. Akkor ennyi fa nem kell bele. Így. Ennyi elegendő lesz. Úgy, akkor ez a 60... vas, ez így készül. Ezt hova készítettem? Ide biztos, hogy készítettem ezt az ironból. Barst. Iron bars. A többit nem tudom, hova készült a másik kettő. Mindegy. Oké, okay, nézzük... Szó-szó van pénzünk, nincs kedvem kereskedni most. Elmegyek, megnézem, hát van crucible a boltban. A crucible nincs is, acél az van. Szintén szó, figyelj, vegyük meg. Opp, várjatok csak. Jó, jó, oké, persze. Így is ugyanannyiba kerül, nincs meg még a magnumos izénk. Képességünk. Vagy a magnum az akkor is működik, ha csak az inventorinkban van. 3187. Jó van már! Adjál már békén! Nem így is annyi. Jó, oké, felfogtam. Szóval nincs meg nekünk az a képesség? Nézzétek meg, nincs meg még az a magnumos képesség, hogy 55%-kal kevesebbe kerüljön. Jó, mindegy, nincsen semmi baj, megvesszük, akkor is nem érdekel. Crucible. Hát neki nincsen egyelőre, úgy látom. Ezt megvesszük. Ranger's Guide to Archery, Robotic Turret Schematic. Vannak itt érdekességek, viszont... szomorú vagyok, azt a Crucible-t, azt kéne, azt nem lehet elkészíteni, mi? De el lehet készíteni. Na, csak megtámadott valami minket. Csak megtámadott egy banda minket. Ó, ezt ilyenre építettem. Feltételezem azért, hogy az ajtó ne legyen ott. Hú, de hangosak vagytok. Ahogy ne. Na tudjunk le... Újra töltés. Tudjunk le titeket minél gyorsabban. Hogy készíthessem tovább a dolgaimat. Meghalta? Meghalta. Jaj, már ütögető. Visszatartod őket, nem bírom leütni.
Láttátok, hogy az egyik elkezdett négykép láb mozogni a másikon? Úgyne. Úgyne. Na szóval. Hol van az olaj? Oh. Oh. 15 darab olajunk van. Oké, okay, mi kell az olajhoz? Oil shell, empty can, empty can, empty canünk van itt. Nem sok. Hmm. Nem baj, pont elegendő igazából ahhoz, hogy tudjunk olajat készíteni. Mi kell még oil shell? Remélem van így külön. Van, nagyon jó. Akkor légy szíves. Készítsd el nekünk ezt az olajat, mert... Most már a vas megvan. Csak az összes létező vasamból, amit most kiégettem egyelőre, abba fog kerülni, de legalább megvan. Jó, akkor ameddig készül az az olaj, addig biztos, hogy szükségünk lesz két darab electric fence-re. Két darab electric fence-re. Egy blade trapper-re. Igen, egy... ez olajba kerül. Több olajat kéne készítenem. Több olajat kell készítenem. Oké, okay, motion sensor. Egy darab motion sensorra biztos szükségünk van. Igen, egy darab motion sensor biztos. Itt az electric fence. Nagyon jó, ebből négyre van szükségünk. Négy darab electric fence-re. Lehet igazából hat is. Azon gondolkodom, fentre szeretnénk-e. Jó, egyelőre csináljuk meg a lentit. Négy darab electric fence. Egy blade trap kéne még, illetve a crucible, de a crucible-t szeretném előbb elindítani. Igazából az másodlagos. Igazából az másodlagos most a crucible nekünk. Készüljön ez a blade trap, mert azért kell nekünk a crucible, hogy meg tudjam javítani a blade trapjeinket. Ez megvan-e javítva azóta? Ezt megcsináltam-e? Ez azóta nagy esélye meg van javítva. Jó. Akkor... Hogy állunk itt? 13... Jó. Ja, tényleg még olajat szeretnék. Még olajat, amihez meg empty can kéne nekünk. Amit meg ott tudok készíteni itt a kovácsoló asztalnál. Amit meg nem fogok tudni, de el tudok készíteni. Hála. Jó, akkor egy 20-at léci. Egy 20-at készítsen majd, ha azzal végezti. Az a kérdés, hogy van, ahol máshol nincs esetleg nekünk. Hopp, itt van 16 darab. Nagyon jó. Van nálunk még olaj? Nincs. Itt van. Oil shale. És ezt mind készítsd el. Úgy. Ja, hogy nem vettem ki eleget. Jó drága vagy. Jó drága vagy, egyen meg a szíved. Úgy. És akkor most várok. Jóformán most várok mindenre, hogy égjön, minden, hogy készüljön. Mert addig nem tudok semmit csinálni. De tudok, de... De a történetünk, a videónk szempontjából... Addig nem tudok semmit se csinálni, tehát nem tudok haladni a munkával addig. Mondjuk annyit elkezdhetek megtervezni, hogy ezek az elektromos kerítések és a mozgásérzékelők azok hol lesznek. Eléggé egy olyan helyet építettünk ide, ami a mozgásérzékelő szempontjából nem a legjobb. Oda lenne jó, de ott le fogják verni. Ott le fogják verni a mozgásérzékelőt. Pedig abban a sarokban lenne jó berakni, és arra nézve, lehetőség szerint. Jó, oké, akkor kezdjük azzal egyelőre, amelyiket tudom, hogy hol fog kerülni. Az elektromos kerítésnek itt kell végigmennie, egynek itt végig kell mennie, és egynek pedig itt kell végigmennie ebben a vonalban. Szóval az egyik az ide kerül, ja, nagyjából ide, azt hiszem. Igen, ez megfelelő magasság, ez egy blokkal van lejjebb. Igen, ha jól látom, egy blokk. A másiknak meg ide kell kerülnie. Ami jó, mert akkor ezt verhetem szét, illetve a mögötte lévő blokkot, és akkor egyen lejjebb lévő blokkot is. Ez gyengíteni nem fogja a védelmünket igazából nagyon. De akkor is időigényes ezt is most szétütögetni. Már kéne az az auger. Nem baj, ez elkészül. Egyedül a mozgásérzékelőt nem tudom, hogy hova fogjuk rakni. Ide kéne, ide. De itt veszélyben van, hogy szét fogják verni.
Ha szétverik, akkor onnantól kezdve akkor nem lesz áram a védelmi rendszerbe. És ha nincs benne az áram a védelmi rendszerbe, akkor az nem robbanás biztos. Az a kérdés, hogy átlát-e a mozgásérzékelő a rácson? Mert ha igen, ha átlát a mozgásérzékelő a rácson, akkor igazából lehet itt a falnál, csak egy rács mögött. Mert akkor nem fogják támadni, nem fogják sebezni. Jó, azt le fogjuk tesztelni. Megcsinálom, megcsináljuk, leteszteljük úgy, hogy megépítem, azt nem kellett volna szétverni. A mögötte lévőket kell szétvernem. De szét vannak ezek itt verve, ezek a részek. Azon gondolkodom, hogy ez... Tehát jó, hogy én oda berakom, de hogy fogom megjavítani? Ja, azt várjunk, azt nem kéne megjavítani alaphangon soha. Igen, mert ide fog kijönni az áram. Úgy működnek az elektromos kerítések, hogy ahonnan, tehát innen indítom, és erre megy az áram, tehát ahonnan, ahova megy, itt sebződik az elektromos kerítés. A másik, ha nem ütögetik meg, akkor nem kéne, hogy baja legyen. Szóval ezt kell javítgatni folyton, ezt itt elől. Ha ezt itt rákötném egy másikra, amit lehet meg is teszünk majd... Igen, igen, ide még egyet be fogok rakni, ezt el tudjuk távolítani, ez nem is blokk rajta, vagy te most mi vagy? Ez nem blokk, ez csak valami dísz. Jó, mindegy. Szóval ide is rakunk még egyet, és akkor ez fog sérülni, nem pedig az, ha csak szét nem verik, persze. Tehát ha közvetlenül nem sebzik, akkor önmagában csak az fog sérülni, amelyik az utolsó elem a láncon. Szóval amelyik itt lesz. És azért lenne jó ide is rakni egyet, mert akkor itt a feljövő zombikat is megrázná. Igen, hogyha idáig elrakjuk valahol, ja. Nem tudom, mondjuk az a helyzet, hogy itt végig tudnak menni erre befele. Ha, van egy újabb ötletem. Mi lenne, ide is raknánk egy elektromos csapdát, meg ide is raknánk egy elektromos csapdát. Az azt jelenti, hogy 2 plusz még kéne, akkor készítsünk, de igazából minél több elektromos csapda van, annál jobb. És úgy vezetjük végig, hogy csak az egyik utolsó legyen. Mondjuk, hogyha az egyiket szétverik, akkor már nem működnek a kintiek. Jó, maradjunk annyiból, hogy ezt leteszteljük, hogy ez hogy fog működni, aztán meglátjuk, hogy akarunk-e változtatni rajta. Szóval miről beszélek? Ezt így szerintem, nem tudom. Ekkora távolság, ekkora távolság. Hát ez csak nem fogják itt bántani, csak nem fogják itt bántani, illetve csak nem fogja érni kár. Szóval ide elvezetjük, ez is rázni fog egyrészt. Másrészt, nem raktam le ide. Ide is elhozunk egyet. Kicsit távolabb, úgy. Ezt pedig ide hozzuk. Szóval az elméletem az igazából, hogy csak az fog sérülni, ez. Ezt le is fogjuk tesztelni. Várjatok, valahogy kipróbálom, valahogy megpróbáljuk letesztelni. Van is egy ötletem, hogy tudom ezt letesztelni. Itt van egy kapcsoló nekünk, ami az egész elektromos áramot beindítja. Mindjárt meglátjátok, hogy mire gondolok, hogyan fogjuk tesztelni itt a dolgokat. Nem lesz a legegészségesebb? Oké. Kicsit megsokkolgatjuk itt magunkat. Ha egy zombi most rám rohan, akkor biztos meghalunk. Ez sérült. Ez nem sérült. Aha. Szóval így működik. Mindjárt, várjátok, ez se sérült. Aha. Akkor kezdem kapizsgálni, hogy hogyan működik ez a dolog. Ebbe belemegyünk még. Oké, egyet elpattintunk. Mindent a tudományért, tudjátok. Szóval, úgy működik akkor az elektromos kerítés, hogy van... Hogyan fogalmazok? A rázós vonal. Ugye, ha abba belelépsz, akkor a 2 elektromos kerítés közül az sérül, amelyikhez megy az áram. Ha meglátja, ha nézitek, akkor ugye ez sérült. Ergo, ha abba belelépnek abba a vonalba, akkor az fog. Ha ebbe a vonalba lépnek bele, akkor az fog. Ha ebbe a vonalba lépnek bele, akkor ez fog.
Szóval e kettő között nincs értelme, hogy menjen áram. Ez így nem rossz, hogyha ez így van még egy ilyen keresztbe, mert itt akkor dupla védelem van, ha azt nézitek. Sőt, ha ide is raknánk egyet, az is nagyon király lenne, mert ha ez itt tönkre megy, ugye akkor a vonalban már nem fog rázni az elektromos kerítés. Viszont keresztbe ez még működni fog attól még, ameddig ez nem megy tönkre. Ezt meg akkor külön fogjuk bekötni, egy külön póznával. Most egyelőre még nem tudom, hogy hova fogjuk rakni a póznákat, az ilyen elvezetőket. Mindegy. Ez itt akkor jó nekünk. Akkor ezt le is fedhetem, ennek nem lesz semmi baja, mert az fog sérülni használattól. Hogyha megütik, persze akkor sérülni fog attól is, de használattól csak az a rész fog sérülni. Jó, itt van a másik forgópengénk. A másik forgópengének már építéskor, amikor építettem ezt a bázist, már akkor eldöntöttem, hogy hol fog kerülni. Ide szépen. Az 3x3-as, és az a fal 3x3-as, nekünk ide kell rakni. Jó, ide meg! Ó, azt a puh! Hallott, hú, bazd meg! Hallott, hú, bazd meg. Szerintem nem ijedtem meg még ennyire a Seven Days to Die-tól. Azt a mindenit. Hú, azt a jó édes. Gyere föl. Mondom, gyere föl. Törzsd már újra ezt a fegyvert, miközben üti azt az oszlopot. Felsálljál. Úgy. Hú, de megijedtem. Hallottam a hangját, ahogy fut, megfordultam, mondom, ó, oh, itt lesz valahol, sztere ott volt az arcomba. Na, szóval akkor ez így jó lesz, át is tudunk menni rajta, ó, hát nagyon jó. Nincs nagyon az útban, de azért útban van, mindegy, ez így, prima. Ez azt eredményezi jó formán, az egész falat védi ezt a részt. Ezt annyira nem kell ezt a fal részt védeni, mert az én gondolatmenetem alapján itt emögött, ugye ott a lépcső. Szóval nekik így fölfelésen kéne ütögetniük, szóval erre talán könnyebb átjutniuk. Szóval értitek. Na, igen, ezt nem kell nagyon magyaráznom. Szerintem itt nem ütögetnék, inkább ezt a falat ütnék szét, hogyha a fal könnyebb átjutni. De hogyha az ajtóhoz jöttnek, vagy esetleg hozzám, az ajtóhoz jönnek, vagy esetleg hozzám, igen, akkor igen, akkor ez a forgópenge itt elég csúnyán bedarálja őket. Kéne még egy elektromos kerítés, mert csak az a kérdés, hogy hova helyezném, mert hogy... Hát itt a hely neki. Ezt valamikor elkészítettem előre. Nagyon jó. Ott a helye az elektromos kerítésnek. Mennyinél tartasz? 12, az a crucible miatt kell nekünk, szóval annyira nem fontos egyelőre. 2 electric fence. Legyen 4 is. Legyen 4 is, mert kelleni fog. És azt hiszem, akkor így meg is vagyunk viszont ezzel. Hova rak... Nincs zombi, jó. Egy pillanatra, már behalúzom a hangjukat. Hova rakjuk... Veletek mi lett itt a színezés? Ez nem lett fekete az egész? Nem feketéztem le az egészet? Nem? Nem csináltam meg feketére az egész ilyen rácsot? Na mindegy. Szóval, hova rakjuk a motion szenzort? Ja igen, azon gondolkodtam, hogy átlát-e a rácson. Mert ha átlát a lácson, akkor be lehet rakni ide a sarokba és berácsozni. A szándékom az volt, hogy ezt a kamerát körbevesszük egy ráccsal. Nos, ez nem fog működni, rájöttem. Francba. Mert itt a forgópenge, és a forgópenge miatt ez a kamera most nem működik ebből a szempontból. Az a kérdés, hogy lát-e minket... Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy lát minket. Tudjátok, mit várjatok? Kapcsoljuk rá erre. Úgy. Power duration triggered. Power delay instant. Duration az... Aktiválás. Delay nincs delay. Igen. Szóval, ha én ide állok, akkor is működik. Nézzük meg. Megáll. Látok.
francba már minden, az összes létező csapdámba belelépek. Mindjárt megmutatom, hol vezettem végig az áramot. Jó, megmutatom gyorsban. Szóval itt a fal mentén csinálgatom. És így el tudom tüntetni, hogy ne legyen benne a szobában. Egyébként a többit is megcsinálhatnánk, csak nem szeretném a többit így megcsinálni. Mert azért van egyfajta ilyen kis dizájnja, kinézete. Hogyha mindent elrejtenél... Trader Joel? Trader Joel? Nem, Trader Bob? Nem? Mi a neved? Rekt, Trader Rekt, tényleg. Csak a felvett hang az ugyanaz mindegyiknél. Mindegy, szóval... mindig beletrollkodik. Az összes részben. Szóval, amit akartam mondani, igen, hogy az összes mindent el tudnánk rejteni, hogy ne látszódjon a szobában. Viszont akkor üres lenne a szoba. Szóval szeretem, hogyha azért van, csak ne legyen nagyon sok mindenben. Szóval, amit látjátok, most ki van kapcsolva, ergo ezeken átlát. Ergo ezeken a rácsokon is átlátna. Egyetlen egy problémám van. Így. Ez meddig működik? Működik? Ó, nem megállt. Hogyan csináljuk meg? Szétverhetném ezt a kőfalat itt. Elzárhatnám egy ráccsal, és akkor ide rálátna az egészre. És akkor a kő teljesen különálló lenne az egész mindentől ott. Az a kérdés, ott meglát minket, jó. Itt is lát minket, itt egy pillanatra elveszít minket, figyeljetek. Meg van kergűrve, oda nézzetek, várjátok, tudom még ezt? Nem. Itt elfelejti, hogy itt vagyunk. Valahogy itt egy pont... Ott nem lát minket, látjátok? Látjátok, nem lát minket, figyeljetek. Várjátok. Figyeljetek. Előbb nem tudom, mi történt. Lol. Most nem lát minket. És nem az miatt, mert rejtőzködünk. Mert látjátok, a rejtőzködés az nem számít. Valami van itt. Van ott egy... Valahogy összezavarja ez az egész itt. Ez például bezavarja. Úgyhogy ez a kettő be van zárva. Ez a kettő az abszolút elrejt minket. Aha. Viszont ha már az egyik nyitva van, onnantól kezdve át fog látni. Jó. Oké, ezt kapcsoljuk le. Figyelj, kedvesem, szeretném bejelölni, hogy nagyjából így fogod figyelni ezt az egész részt. Nagyjából így. Így néz, és akkor így látod. Ez probléma. Nem teljesen probléma viszont, mert mi van akkor, ha ide helyezzük a kamerát? Ha ide helyezzük a kamerát... Ha ide helyezzük, akkor még jobb is. Vagy ide is helyezhetjük, vagy oda helyezni. Várjátok, lehet, hogyha oda helyezzük. Gyere csak velem. És majd fel kell másznom meg minden ahhoz, hogy be tudjam kötni. De szerintem... Az üveg miatt fogadjunk, nem tudom, az üveg miatt. Jó, várjatok, akkor ezt rendezzük le egy kicsit drága megoldással, nem baj. Ez. Egyetlen egy problémám van ezzel a fajta megoldással. Ó, nem tudom, mert áram kéne veled. Tudod mit? Na, mindegy, jó, akkor bekötöm. Szerintem ott elég esélyes, hogy ott jó pozícióba lesz. Viszont lehet, hogy kelleni fog még egy kívülre. Nagyon úgy akartam megoldani, hogy egy darab kamera kelljen. De nagyon úgy néz ki, hogy kettő fog kelleni. Gyerünk már. Léci. Nem látod. Jó, akkor ez is túl messze van. Ó, hogy egyen meg a pici szívedet. Valahol váltsál már át, ahol rálátok erre a kamerára. Nézzétek meg innen be... Jó, most sikerült neki. Nagyon jó. Szóval... Igen, ez ezt látja. Szóval ténylegesen bejönnek a zombik, onnantól kezdve ez már aktív. Meg hogyha beesnek a csapdába. Igaz?
Igazából lehet, hogy feltétlenül nem is kell kívülre még egy. Aha. Tudjátok miért? Mert ha beleesnek a csapdába, ugye ez látni fogja, hogyha beleesnek, ez elég jól rálát azért a csapdára, rálát az ajtóra, rálát az ütögetőre, és igazából ha már beleesett egy a csapdába, az azt jelenti, hogy ez ki fog menni. Ebbe az elektromos kerítésbe akkor belelépnek. Ami azt is jelenti egyébként, hogy rögtön ezek az elektromos kerítések nem aktiválódnak, és egy zombi idáig el tud jönni anélkül, hogy bármi lenne, szóval ez jó lenne. Van electrical hatch? Nem powernek hírják, powered. Volt hatch powered. Ezt be tudjuk rakni akkor esetleg ide elénk. Mennyi időnél tartunk? 36 perc. Jó, ezt be tudjuk rakni ide. Ide berakni, mert azt akarom egyébként, hogy a csapdák is, nem a csapdák, az ajtók is automatikusan működjenek. Hogyha nincs zombit, akkor legyenek nyitva az ajtók. Ha jól értelmezem, hogy működnek, lehet, hogy ezt így nem lehet megcsinálni egy motion capture-rel, tehát egy motion szenzorral, tehát egyetlen egy ilyennel, de szerintem meg lehet oldani. Jó, viszont amit akkor biztos, hogy meg kell csinálni, az az, hogy zombikra reagáljon csak. Csak zombikra, esetleg idegenekre. És power delay instant aktiválódik, amint meglát valamit, és utána egy jó fél percre működjön. Lehet, ezt le lehet vinni 15 másodpercre. Ezt is ki kéne raknunk. Így, hopp, majdnem leestem. Ezt ide ki kéne raknunk valahol. Vagy lehetőség szerint lehet távolabb. Nem tudom, hogy mennyire hangos. Tudjátok, hogy egyelőre bekötjük ide. Lehetőség szerint magasra. Oda. Egyelőre bekötjük oda. Ez hivatalosan arra van, hogy a zombikat odavonza ahhoz az adott pozícióhoz. Viszont azáltal, hogy csak akkor működik, amikor zombik vannak itt és jönnek befele, így ez most arra lesz, hogy riadóztasson minket, hogy zombi támadás alatt vagyunk. Nem erre van ez az eszköz, tudom, viszont szerintem jó pofa, hogyha így használjuk. Egy forgópenge. Még egy forgópenge az ott nagyon csúnyán belóg, szóval szerintem egy elosztót be fogunk rakni. Vagy nem foglalkozunk vele. De oda is belógna egy. De az már viszont kettő. Azt már viszont nem szeretném, hogy oda is belógjon egy. Ott tudunk, úristen, de éhes vagy. Bajod van, karakter. Mi ez az éjség? Egyél? Van pontunk? Nincs pontunk. Raknék még az Iron Gutra. Itt még nem raktam az Iron Gutra. Szomorú. Akkor többet adnak vissza az ételek. Így, na mindegy. Itt ezek elkészültek, jó. Crucible-t szeretnénk készíteni. Crucible. Nagyon jó, és akkor tudunk készíteni ezen túl acélt. Itt elkerült a maradék olaj. Jó. Ide felmászunk. És ezt levesszük, erre nem lesz szükség itt. És berakunk helyett egy másikat. Rakunk helyett egy másikat. Innen a motion sensor, az elmegy. Rakjuk, szerintem elég magasra felrakom. Így. Így, és akkor lehetőség szerint talán nem fogják szétrobbantani, mert ha ezeket azt ott szétütik, mondjuk, ha belegondolok, igazából, ha azt ott szétütik, akkor ez, meg a külsők még működni fognak. A belsők nem fognak működni. Így. És a kamera az nagyon egyszerű, azt le akarom fedni viszont ilyenekkel. Ez a kérdés, hogy ez így működni fog-e? Átlátnak-e rajta megint? Megint az üveg beakadályoz. Így szeretném. Aj, hogy van az on face? Az az advance. Inkább legyen így, ez jobban néz ki.
Így né. Na most az a kérdés, hogy így a kamera lát-e minket? Ezt le is teszteljük. Mert ha így a kamera nem lát, akkor lehet, hogy vannak egy kis gondjaink. Self. Oké. Oké, baj, bekötöttem az elektromos kerítést is. Na mindegy, szóval értitek, szóval így kell működni az egész rendszernek. És lát minket ezek szerint. Jó, nem baj. Ahogy. Na, csak felugrok, köszönöm. És szeretnénk levenni magunkat erről. Illetve egy hatchet ide rápakolunk. Így, egy hatchel fedjük le, így né. Egy ne. Azt, ha lenne vasam, akkor tovább fejleszteném, de annyira nem fontos igazából. Mondjuk elég csúnyán néz ki. Nem baj, majd rendezzük ezt, ez nem fontos egyelőre. Viszont már 41 perce megy a felvétel, nagy eséllyel annyira hosszú nem lesz ez a rész. Viszont akkor ketté vágom ezt az elektromos védelmi rendszer építésének a részét. Szóval, ha tetszett ez a videó, dobjatok egy lájkot. És ha érdekel, mi lesz belőle így végeredményében így az elektromos rendszerű védelmünkkel, akkor ne felejtjétek el megnézni a következő részt is. Igen. Ja, sziasztok!